Az első BRDM-2 páncélozott járművek 1962-ben hagyták el a gyárat. Elsőként a szovjet hadseregben rendszeresítették őket, később mintegy 40 országban teljesítettek szolgálatot. Az orosz kétéltű felderítő jármű aszfalton 90-100 km/órás sebességgel, földesúton 40-50 km/órával tud haladni. A rajta levő géppuskák percenként 6-700 golyót képesek kilőni. A célt nappal 5, éjszaka 3 km távolságból érzékeli. A most Szerbiába érkezett 10 darab BRDM-2 annak a haditechnikai szerződésnek köszönhető, amit Alekszandr Vučić szerb és Vlagyimir Putyin orosz államfő kötött meg. A harci járművek bemutatóját a Nisi Mija Stanimirović kaszárnyában tartották. Az eseményre a szerb államfő is kilátogatott. Alekszandr Vučić elmondta, ezek a járművek azért jelentősek, hogy az ország megőrizze területi integritását. Kiemelte, hogy megelőző jellegük van, Szerbiának ugyanis nincs semmilyen területhódítási terve. Našim ruskim prijateljima veliko hvala. Mi očekujemo još nešto da stigne od donacije od Ruske Federacije, očekujemo i da stigne i ono što smo naručili i platili, dakle od helikoptera i tih moćnih letećih tenkova, kako bi ih mnogi nazvali. Szerbiába a közeljövőben összesen 4 Mi-35-ös helikopter érkezik, amiknek hatalmas a tűzerejük, hangzott el az eseményen. További 3 Mi-17-es helikoptert is várnak az országba, amiket pedig a bevetési egységek szállítására használnak majd. A bemutatót végignézte Alekszandr Vulin szerb védelmi miniszter, valamint Milan Mojsilović, a szerbiai katonaság vezérkari főnöke is.